a Blik, pontosabban a Blik Rúzs Orbánék bulvárlapja olyan gyönyörűen nyal be Várkonyi Andrának, hogy elsírod magad. Mielőtt rátérnénk a Blikre meg az Andikára, beszéljünk egy picit az uráról, Mészáros Lőrincről. Magyarország leggazdagabb gázszerelője és embere nem ma kezdett befektetni a magánegészségügybe, de nem is ma fogja ezt abba hagyni. A modell baromi egyszerű, Orbán Viktor tönkreteszi az állami egészségügyet, a magyarok pedig, már akiknek van erre pénzük, szépen átmennek a magánegészségügybe, ahol egyre gyakrabban találják szembe magukat Mészáros Lőrincsel, hiszen a Lőlő egymás után szerzi meg ezeket a cégeket. Hát a szegényebbek meg nem mennek át sehova, maximum a hullaházba, de hívhatjuk ezt nyugodtan állami kórháznak is, nincs nagy különbség a kettő között. A lőő 2020-ban szállt be a Szombathelyi Fájdalom Ambulancia Kft-be, ami mozgásszervi betegségek, sérülések gyógyításával foglalkozik. És miről híres mostanában Szombathely? Hát arról, hogy aki most szeretne Szombathelyen térdműtétre jelentkezni, annak nem kell sokat várnia, csak 2030-ig. 2030-ra kapsz időpontot, ha szombat helyen fáj a térded, és műtétre van szükséged. Hát akkor meg már minek a műtét? Lábad se lesz, mert ennyi idő alatt kétszer is szétrohad. Na és itt lép be a képbe a lölő szolgáltatása. A lölőnél nem kell annyit várni a műtétre, viszont fizetni azt kell összefoglalom röviden a NER egészségpolitikáját, akinek nincs semmije, az annyit is sér, vagyis egész nyugodtan megdögölhet, akinek viszont van pénze, és meg akar gyógyulni, az adja oda Orbánéknak. Ennyi a történet, röviden. A a amúgy már fogászata is van, természetesen a 12. kerületben, hol máshol. De vajon miért szállt be a fogászat bizniszbe Mészáros Lőrinc? Hát nagyon egyszerű a válasz. Orbán Viktor még nem lopott el mindent, vagyis sok mindenre fáj a foga. És hát a fáj a foga, akkor azt kezelni is kell. És hát hol kezelhetnék jobban a vezér fájó fogát, mint a lölő fogászatában? Vigyázni kell a vezér fogaira. Ha mindenféle ellenzéki fogorvos benyúlhatna a Viktor szájába, akkor simán megfoszthatná a királyt a koronájától. Mészáros egyik cégének az a neve, hogy VM Medical ZRT, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy Várkonyi Mészáros Medical ZRT, ez elég egyértelműnek tűnik. És azt látjuk, hogy Várkonyi Andra egyre komolyabb szerephez jut a lölő birodalmában. Várkonyinak, mint az közismert orvosi diplomája is van, vagyis picit jobban ért ehhez a területhez, mint a gázszerelők és a pénztárcák általában. A bulvár sajtó legtöbbször úgy ír Várkonyi Andráról, mintha egy szimplat celeb lenne, pedig nem az. Pontosabban nem csak az. Várkonyi Andrea Orbán Viktor pénztárcájának a felesége. Várkonyi Andrea anyagi helyzete meg a házassága közügy. Ezért tartom gyalázatosnak, amikor olyan benyalós cikkeket olvasok róla, hogy ő itt kérem a sikeres üzletasszony. Ezek a cikkek azt üzenik a magyaroknak, hogy úgy lehet és kell sikeresnek lenni, ahogy Várkonyi Andrea csinálja. Nem merózni kell, nem a tehetségedre és a szorgalmadra kell építeni, hanem jól kell házasodni. Mit jelent az, hogy siker? Ezt a szót többféleképpen lehet értelmezni, de szerintem a siker az azt az eredményességet jelenti, amiért megdolgozol. Ha megnyersz egy futóversenyt, az egy siker. Ha viszont úgy gyered meg a versenyt, hogy lábon lövöd az ellenfeleidet, ahogy a Diktátor című filmben láthattuk, az szerintem nem siker, az valami más. A siker feltétele a verseny. Egy versenyben lehet sikeres. Ha csalsz, akkor az nem siker, hanem csalás. Ha hozzámész a leggazdagabb magyarhoz, aki ráadásul a miniszterelnöknek köszönheti a vagyonosodását, hát szerintem az sem siker, csak egy jó házasság. Egy nagyon jó házasság. Ugyanígy nem lehet a lopást, meg a lopott pénzből felépített rendszer működtetését politikai teljesítménynek vagy tehetségnek nevezni. Egyébként erre én még azt sem mondanám, hogy ez egy sikeres politika. Inkább úgy fogalmaznék, hogy eredményes politika. A hatalom szempontjából eredményes. Sikeres akkor lenne ez az ország, meg ez a kormány, ha nem a magyar emberektől, meg az uniótól ellopott pénzekből építene búzsáziát hanem minden befolyó pénzt a jövőbe befektetne. Gondoljunk csak bele, van olyan, hogy sikeres bankrabló? Nem nagyon szoktunk ilyet mondani, és nem véletlenül. Befektetett munka nélkül nincs valódi siker, verseny nélkül nincs valódi siker. Persze arra, ami most itt zajlik, lehet azt a szót használni, hogy siker, bármire lehet bármilyen szót használni, csak ezzel a nyelvi trükkkel, hazugsággal megtévesztjük magunkat. Ha sikeresnek nevezzük ezt a kormányt, vagy a lölőt, vagy az andrát, akkor elhitetjük magunkkal, hogy van az úgynevezett sikerük mögött valódi teljesítmény, pedig nincs. Amikor Orbánék lopnak, vagy vétózgatnak, vagy propagandát gyártanak, hazudnak, az a munka helyett történik. És ahol nincs valódi munka, nincs valódi fejlődés, nincs valódi vízió, csak néphűítés, ott valódi siker sem lehet. Hiába hívjuk annak. És akkor most térjünk rá arra a cikre a blikrús cikkére, amit a videó elején már említettem. Kapaszkodjatok meg, mert nem akárhogy nyalt be a blik várkonyi Andreának amihez Várkonyi Andrea nyúl, az aranyat terem. Így hangzik az első mondat. Hát végül is ez igaz, mert Várkonyi Andrea hozzányúl a lölőhöz, aki aranyat szalik. Szóval ez teljesen megfelel a valóságnak. Ugyanakkor nem hinném, hogy Andig a kezében ennyi minden aranyát tudna változni, ha mondjuk a Bocskor Gábor mellett marad. Így folytatódik a cikk. A hajdani tehetséges belgyógyászból lett hajdani televíziós műsorvezető most érje karrierje csúcsát. Andi ugyanis bebizonyította, hogy üzletasszonyként ugyanúgy megállja a helyét, mint a kamerák előtt, mióta a leggazdagabb magyar Mészáros Lőrinc felesége és üzlettársa sikeresebbnél sikeresebb cégek tulajdonosai a férjével, ám Andrának saját érdekeltségű cégei is vannak. Vagyis Andrea egy sikeres üzletasszony. Hát pontosan ugyanúgy sikeres, ahogy a Lőrinc. A Lőrincre is ez a megfelelő szó, hogy sikeres. Az a siker titka, hogy a megfelelő ember a barátod, és ő ad neked pénzt. Szóval, ha sikeresek akartok lenni, semmit sem kell csináltok azon kívül, hogy Orbán Viktorral barátkoztok. És akkor még egy idézet a Blikrús cikkéből. A hajdani műsorvezető cégei már olyannyira sikeresek, hogy a magyar politikusok és közéleti szereplők volt és jelenlegi feleségei között a negyedik helyet szerezte meg az elmúlt öt évben feljegyzett 948 millió forint osztalékkal. Nem kell ahhoz nagy jós tehetség, hogy elmondjuk Andi az év végéig saját jogon is átlépi majd a milliárdosok küszöbét. Felesége sikerének pedig Mészáros Lőrinc is örülhet majd. Saját jogon. Ezt írja a Blik. Saját jogon. Hát mi az, hogy saját jogon? Hogyan érhet el bármit Várkonyi Andra saját jogon? Én értem, hogy ez a pénz jogilag az övé lesz, ilyen értelemben ez az állítás helytálló, de az, hogy saját jogon, az azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy, hogy ezt a pénzt Andika magának köszönheti. És ez ebben a formában már nagyon nem igaz. Hát már eleve egy olyan embertől származik ez a pénz, aki szintén nem magának köszönheti a vagyonát. Én is szeretnék baromi sikeres lenni itt a Youtube-on, ha nem is annyira sikeres, mint Mészáros Lőrinc, de azért hát én is szeretném, hogyha egy-két dolog aranyá változna a kezemben. És ebben ti is tudtok nekem segíteni, méghozzá úgy, hogy feliratkoztok a csatornára, és esetleg megnyomjátok a lájkot, meg a kis csengőt is, ami hát az utóbbi azért jó, mert akkor mindig fogtok értesítést kapni, hogyha kiteszek egy új videót. Most pedig ne menjetek sehová, hanem nézzétek meg a leges-leges legsikeresebb videómat ever! Ez a videóm nagyon régi, és éppen Mészáros Lőrincről meg Várkonyi Andráról szól, akikről akkor még nem lehetett tudni, hogy együtt vannak, de én már tudtam. Ezért nézték meg baromi sokan a videót, ami itt van alattam, ide kell kattintani, a viszont látásra, pusz!